nincs olyan, hogy gyakorlásnak izé félig beadom. Egyszer kell rámenni, és meg kell küldeni. Hello! Ali! Itt vagyunk valahol Tirolban, egy nagyon nagy erdőnek a közepén, és aki az előző videót látta, az pontosan tudhatja, hogy miért vagyunk itt. Igen, és most annak a videónak szeretnénk egy ilyen kis behind the scenes, kis betekintést adni arról, hogy hogy mint készült, és mikre kellett figyelnünk, hogyan csinálunk egy vlogot, ilyen. És most, hogy itt vagyunk, eddigre már mindennek stimmelnie kell. A vlognak a szervezése az általában úgy indul, hogy van egy nagy jegyzet, vagy egy dokumentum, amiben leírjuk, hogy mit szeretnénk belefoglalni, mikről akarunk beszélni. A többi meg... A többi meg igazából csak jön magától. Pótcselekvés. Szóval, amikor így nagyjából a fejünkben, meg a jegyzetben kialakult a koncepció, és hogy mit szeretnénk nektek elmondani, akkor már kezdhetjük is a videózást. És amikor ott vagyunk a helyszínen, akkor természetesen nagyjából néha, de átalakul az egész, mert igen. Mondjuk, hogy nem, egyáltalán nem az az adott helyzet, amit mondjuk leterveztünk, vagy elterveztünk. A FaceTime életében igazából mindig annyi ilyen plusz nehézség, meg probléma, változás, nem is inkább probléma, hanem változás következik, hogy nem lehet nagyon előtervezni. De fogalmas nincs, hogy miről beszélünk, mert a legfontosabb az itt van a hátamon. Ebbe a szütyőbe. És nem az, hogy amikor elindultunk, nagyjából 2,5 órája egy nyomvat vizet beleraktunk volna ebbe a hátizsákba, nem? De ehelyett... Csak kamerát! Mi van ebbe a hátizsákba? Stabilizátor, GoPro, GoPro stabilizátor, objektívek, na, de megmutatom. Kamerák. Szóval a lényeg az, hogy nagyon fontos, hogy hatékonyan kell videóznunk, mivel mi tényleg olyanok vagyunk, hogy mindenről vágó képeket, meg tényleg mindig folyamatosan objektíveket cserélgetnénk minden, de a sajátosságokra oda szoktunk mindig figyelni. De azért most így nagyjából lenegyedeltük a dolgokat, hogy mit hozzunk ide, mert ugye a hegyre is fel kell majd vinnünk. Tehát van ez a B kamera, figyelj, mutatom az A kamerát mindjárt. Ott az A kamera, azt láthatjátok, az vesz minket. Ja, szép. Kellenek különböző objektívek, azon van egy alap, ezen egy jó mélységérességes, van még itt egy nagylátó, és akkor menjünk tovább másik kamerákra. Véletlenül elővettem ennek a távirányítóját. Szóval van egy drón, amit majd mindjárt mutatunk nektek, az egy viszonylag új dolog. Na igen, szóval ez így néz ki, nagyon kicsi, nagyon kompakt, nagyon gyorsan össze lehet rakni. Szóval egy Mavic erről van szó, ha esetleg valaki nem tudná. És... tényleg, az a durva, hogy van egy ilyen kis szappanos doboza, a dobozban még be is tudom rakni teljesen a távirányítót, tehát konkrétan egy ennyiből régen kellett cipelni egy ilyen óriás hátizsákot, amit talán megőrültem. Lásd Amsterdam videóbe. Viszont most egy ennyiben bárhova jöhet velünk a drónocska. Van még GoPro, meg van még egy másik GoPro, amivel ez stabil is van, de ugye nekünk most ide az erdőbe nem kellett. Pótaksik. SD kártyák, amiből már mindegyik betelt. A szerelmünk. A gimbal. Ja. Szintén velünk van. Na jó, tényleg röviden ennyit erről, mert ez csak tényleg pár embert érdekel, akik kérdezték, azoknak most ennyi volt. Ja. Két részlet van, ami nekünk nagyon fontos egy vlogban. Egy a beszéd, amiben mi nem vagyunk jók. De ezt már gondolom észrevettétek, de azért próbálunk fejlődni. Hát általában 4-5-ször szoktuk kérdezni a dolgokat. Igen. De az csak átlag ugye, szóval, hogy 10-20-szor van, hogy elsőre sikerül. Van a másik rész, amiben viszonylag jobbak vagyunk, mivel az alapjáraton videósok vagyunk, vagy mi? Vagy mi. A kiegészítő felvételek, a vágóképek, yeah. Amiket na, nagyon szeretünk csinálni. Néha gondolom túlzásba is visszük, de hát mindegy, nekünk örömet okoz. És hát ez a lényeg, nem-e? Tehát akkor a szentenciákból meg piktúrákból így összetevődik egy vlog, amit így megfogok. És ide kidobok a YouTube-ra. Nem, mert még előbb bedobod a vágóprogramba, amit majd később megmutatunk. Most egy kicsit még dróntesztelünk. Aztán, mivel igazából kezd sötétedni, szerintem kihasználjuk természetesen a naplementét, mert az így vagyunk fenn a hegyen. Aztán szerintem amúgy vége az első miért napnak. Miért össze a lábunk? És aludnunk kell, mert nagyon fáradtak vagyunk, mert rengeteget sétáltunk. Dehogy is vágunk, mindig vágunk, és... De ezt nem kell tudniuk az embereknek. Amúgy ilyenkor mit csináljunk most? Hogy menjen tovább ez az egész? Ez? Aha. Semmi. Következő, majd vágóképekkel. És már megint a vágóképek jönnek elő. Amikor nincs semmi ötletünk már, hogy mit mondjunk, akkor vágóképen szól. Vágóképen... Akkor igazából erre jó a vágókép, amikor nincsen semmi. Amúgy ez most ilyen mindblown. Ez... Igen, de nem attól lesz jó a vágókép, hogy rárakok izé alul felül fekete csíkot, meg alárakok ilyen nagyon kemény hangeffektek, hogy meg elkezdem rángatni a kamerát össze-vissza. Hanem igazából folytatja azt, amit mondjuk te mondjuk szöveggel abba hagytál. Nem? De? Hát, vagy nem. Na most már tényleg zúzunk tovább, mert mindjárt lemegy a nap.
Hol a fókusz? Ne! Csak viccel, csak viccel. Na jó, ezek után inkább nem lesz vágókép. Megnézzük pár feature-ét ennek a madárnak. 3-4 percre van szükség a teljes setuphoz. Még maradt 30 másodpercet setupolni. 20, 15, ebből nem lesz Guinness. Dehogy nem. 8, jó, belépünk az applikációt. 7, 5, 4, 2. És kész, csatlakozva minden, most föl lehetne szállni, csak kicsit arrébb viszem. Úgyhogy ennyi. Há, itt vagyunk, nézd. Berepüljünk ide, gyere. Ide. Hova? Már ide? Fogja, kikerült a balra. Wow! És elmegy a kettő között. Én most bocs, nem mutattam, hogy a kezemmel nem csak semmit. És kikerüli. Nagyon okos. Azta. Ez most így egy az 50 új feature-ből, szóval még sok dolgot tud, de az nem nekünk való, hogy mi ezeket bemutassuk, szóval ezt nem így fogjátok megtudni. Jó van, ez csak ilyen gyors flashbe akartad. Ja. Hoppa, ott közel volt egy állat. Ott nagyon. Belerúgtuk a cipőnkbe, ahabat. Hát de nem is kicsit, most úristen, úgy kell visszamennem 2 órát, ahogy feljöttem. Én vagyok a Fekete Matyja, a fékete. Fekete! Sírés! Ja, várjál, akkor ma még gyorsan vágunk egy vidit. És itt is vagyunk. Kész a mini editing stúdió. Itt most éppen publikálni készülünk egy videót. De csak készülünk, mert előtte még befejezni készülünk. Kerim fiú Final Cut-tal vág, én Premiere-rel, ez egy örök harc lesz. És még itt tölt pár dolog, ilyen a szobánk. Ennyi. Na, holnap kicsit jobban még belemegyünk ebbe a behind the scenes-be, jó? Jó. Itt most lejön egy sípája. Na, végre itt vagyunk. Nagyon durva kilátásra. Egyszerűen át. Igazából most nekem lövünk egy Instagram képet. Aztán meg nekem. És ez is egyértelműen szerves része ennek az egésznek, úgyhogy menjünk fel aztán. Igazából megmutatjuk nektek. A Kerim ezzel a nagylátós cuccal fogja lőni. Itt fogok följönni, ível a kezembe is. Igazából itt szik. Az enyém még titok. Ja, mert az drónnal lesz. Újra visszaérkeztünk a kis homemade stúdióba. Mátyás, van pár szabad ezekhez? Lehet bár elég ütős, drónos fotó, és csináltunk panorámát is, persze a videók mellett, de... És ezeket meg kell szerkeszteni. Erre van itt a Lightroom, és ebben van telós app is, ami ráadásul ami nagyon jó, és mindenki nagyon... És ezt használja. Most dobtam össze a Kerimről, ami már csúszik is ki Instagramra. Ilyen 360-as fotó is van, várjál. Úristen! Story, ajaj, jó lesz. Na. És ez igazi titok itt a kamera. Ne, Léci, ezt nem mondd el. Jó, Léci, jó, akkor az maradt titok. És akkor kész is a kép, és így a... Elég volt, Léci. Mindenki tudja, hogy kell ezt meg azt szerkeszteni. De, tegnap este éppen azt a videót editáltuk, ami ma jött ki. Úgyhogy amúgy ez a pörgetős videó. De egy valami nagyon kiakasztott, hogy oké, rendben van, hogy a Matyi haja fekete lett, jó, rendben van, köszönöm, hogy ezt észrevettétek. De az, nem, de az, hogy egyszerűen, amikor a Geri átmegy a falon, azt senki nem veszi észre, senki nem jegyzi meg, pedig 40 perc kőkemény munka van abban, hogy a Gerit control pointokkal így 17 pixelenként helyezzük odébb, 2 frame-enként, hogy eltűnjön a falba. Nem, ezt senki nem veszi észre, meg hogy handheld effektet raktunk rá, meg hogy ilyen fake motion-öket raktunk bele, meg plusz még hangeffekteket raktunk bele, és ez 40 perc mellő, de ne azt aztán, ne jegyezzétek meg, légy színek. Majd folytatjuk holnap, jó? Most jó, aludjunk. Holnap. Itt vagyunk egy nagyon szép helyen, és nagyon-nagyon dobog a szívem. Ennek igazából egy oka van, az, hogy találtunk egy nagyon jó spotot. Ez most ilyen nagyon érzelmes pillanat, mert nem tudja az ember, hogy hol a határ, vagyis csomóan bizonyítják, hogy ezt a határt ki lehet tolni. És te most kitolod ezzel az ugratóval? Hátraszaltóról beszélünk. Aja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 j
Igazából nagyon-nagyon rég vártam már a tökéletes helyre. És még ez se az. De ennél tökéletesebbet valószínűleg itt nem fogunk találni. Egy 360-nál nincs olyan para, hogy legfeljebb bizony nem forgom teljesen ki, de ennél basszus. Hát itt se forgott ki teljesen, lehet csak akkor nyak. Onnan akarsz neki menni? Az ugró az amúgy nem annyira rossz, bár... Amíg ezen gondolkozom, addig nézzük meg, szerintem, hogy a csapat többi tagja, snowboarddal, meg sível, miket tudott alkotni. Én csináltam előreszaltót, Bárd már csinált hátraszaltót, Áron a főnök csinált nagyon sokféle szaltó snowboardot, úgyhogy azokat is nézzük meg. És még Norbi, aki alig tud snowboardozni, még ő is beadta. Nagyon jó kondíciók mellett, nagyon puha érkezőben nyomták. Ugrik egy simát, mielőtt rámegy a hátára. Oh, mert azért biztosan biztos. Jössz akkor? Egy simát? Sácsok, ez nagyon para, én nagyon nagyon szívem. Ez csak speed check. Jó. Matyi nagyon otthon van ebbe a hegy témába. Ami most teszi fel a bakancsát, lehet, hogy nyom még egy speed checket. Bár én örülnék neki, hogyha most már a hátra szaltot adná be. Amúgy nem tudom. Nem tudom, hogy ti mennyire féltek, de én borzasztóan félek. És nem tudom mitől. Attól félek, hogyha netán lenne vele valami, akkor nem tudnám, hogy lereagálni. És lehet lefagynék. Ne legyen veled semmi! Mondom, ne ess el! Kösz. Na, ezt egy nagyon jó támnélünk. Na, nézzük, hogyha tolja. Nem hiszem el! Nem baj. Figyelj, nem kell. Nem kell. Hát jó. Nem. Az nem stimmel, hogy mentálisan nem tud magad rávenni. Már a bugró kell szönje. Gold be! Háromról, és mindig kiparoltam, mert a végén már csak egyen sem szabad menni, és akkor már olyan könnyű ott, mert tudod, hogy sikerült. Már... Na ez kellett, tessék Norbi, tekértett tőlem tegnap előtt, most itt van. Tessék Norbi. De ez ilyen tisztességes esély. Ne, de te úgy tisztesség, letett a talpra, és utána estél el. Vagy 3 éve úgy megyek haza sírés, hogy kellett volna adni ezt a hátraszaltót, és... Most itt van is, hihetetlen. Na jó, legközelebb grabbel, szállni, azt mondja. Na jó, viszont még nagyon sok dolgunk van, szóval menjünk tovább. Oh! Oh! Hoppá! Oh, anyád! Aszta! Csak valaki berakott egy zsákot a time-up szem elé, ezt komolyan, ez mi? Tényleg. Aha. Az van, hogy most estem le. Onnan, mert nem láttam semmit a nagy köttől, és ezen így lezúgtam. Nagyon jó volt, de fűben jöttünk le, meg ilyenek. Ó, oké, miért nem ott jöttünk le? Menjünk a vonathoz! Ja. Vonat, haza. Most, hogy hazaértünk, kezdődött a vágás. Eleinte még összebeszélünk, aztán külön-külön folytatjuk. Egy videó az övé lesz, egy meg az enyém. Eleinte a zenét válogatjuk ki, amivel szinte legtöbb idő elmegy, aztán a anyagok rendszerezése, a vágás, de abban most annyira nem akarunk belemenni. És aztán még rádobjuk a színt a videóra. Jó ég! Jaja. Te jó ég, mi felvétel? Úristen! És ez nincs megjátszva, tényleg ennyire meglepő. De is búcsúzunk, mert végeredmény az szebb lesz, de is olt van. Lámpát! Na, sziasztok! Cső! Közben eltelt egy hét, és még csak most lett kész a videó, viszont rakom is ki, és hát én jól elszórakoztam vele, szóval biztos, hogy megérte. Remélem páran azért érdekesnek találtátok ezt a kis bónusz epizódot is, viszont pár nap múlva jövünk rendes ugrálós videóval. Akiben maradt technikai kérdés, csak technikai, az most kommentbe tegye föl, és fogunk ott válaszolni rá. Hogy minden tiszta legyen.
csá!